Lipcsei a labdával, Simon. Molnár próbálta megszerezni, Csigán tette tovább, Simon oldalra Szekeres. Balog felé, Balog tovább csúsztatja, az első helyzet az első percben, és kiemelik a labdát. Lukovics, Szekeres vág ki nagy sprintet, hogy elérje a labdát, és el is éri. Szekeres még, jól lövi középre, egy ember lemarad, és ott a gól! Gregor érkezik jól, és Gregor a gólszerző. Kitűnően jön be a labda, Szekeres belövi, Balog átlépi, Gregor bevágja. Tizenötödik perc, Pálink. Kuznyecov. Balog jön a labdáért, Csigánnak teszi vissza. Vukovics egyből és ezzel helyzetbe kerül, Vukovics helyzetben, lágy labda középre, Balog, pont középre, és a kapus bíró fölé tolja. Tóth György, nagy a jobb oldalon, egyelőre még mindig gólveszélyes a nyíregyházi támadás. Nagy középre, egy emberen elcsúszik, Zitzer, és Szejlernek kell védenie. Ez is lövőhelyzet, kiteszik még oldalra. A hosszú oldalon szabad ember talál a labda, kapkodnak a ferencvárosi védők, nagy, még egyel tovább, Szejrem labúrja kell. 45. perc, Csigán. Csigán rá is lőhetné, rálövi, kapufa! Csigán várt, várt, aztán mivel nem tudta leadni, ő maga lőtte rá. 6. perc, Lipcsei szabadrúgása. Balog röviden, és ez már lesz, mutatja a játékvezető. Csigán lesen, szabadrúgás kifelé. 26. perc. Ferencvárosi szöglet jön befelé, bíró egy kicsit alászalad, sima nem vállalja el lövése, Lipcsei viszont igen, és bírói. Lipcsei indul, Szadakáru vele szemben, Lipcsei még mindig a 16-oson belül, Lipcsei mit kezd vele, begurítja, és kirúgja a rövid saroknál Molnár.